Orbán Viktor vippáholyos szomorkodására 5 1 re zúzta szét múlt héten a Liga Kupa döntőjében Fehérvárat a Fradia Vidit, hogy aztán tegnap a Puskás stadionban kikapjon a miniszterelnök aktuálisan kedvenc csapatától 1 0 -ra. szóval hullámzik a Ferencváros, amely Európa Liga szereplésre hajt. Szurkolói miatt büntetik, de áldás is a növekvő drukkertábor. Kolárik József a fradiszív.hu csupaszív blogger a vendégünk a lelátói szemszöge. Szia, jó reggelt! Tiszteltem, jó reggelt! És akkor kezdjük ott, hogy hogy, hát, hogy a hűség meghozza a jutalmát? Tehát ezen a Liga Kupa döntőn, ezen felteszem, itt már nagyon jó volt Fradi Druckernek lenni. Hát az biztos mindig jó Fradi Druckernek lenni. Hát a tegnapi meccs az nem ezt tükrözte. Nagyon jól játszottak a fiúk, talán nagyon nyomta őket a, ez, a, ez, a, ez, a, ez, a, felelősség, hogy ők, hogy ők, a Ferencváros. Talán ez lehet az oka annak, hogy egy, nem tudták azt hozni, amit ugye a hétközben már egyszer bizonyítottak. Hát ott minden bejött a Fehérvállat az első mesen, most is támadott a Fradi alapvetően, de most meg nem jött be semmi. A futball ilyen, ezzel nem lehet mit kezdeni. Kifoghatunk jó napot, rossz napot, az biztos, hogy a videóton most más felfogásban játszott. Tehát nem mondanám azt, hogy bunker jellegű volt a játékuk, de, de jobba, jobban odafigyeltek a védekezésre, kikapcsolták Bödét, Leonardo sem tudta azt hozni, amit már meccsek óta várunk tőle. A többiek sem tudtak most idézőjel sem felnőni a feladathoz. Azt mondnak, hogy te gondoltad volna a Liga Kupa hogy így kitömik a vidit? Nem, semmi esetre sem. Egyszerre... Miért, miért sikerült ez ilyen fölényesre? Ö, érzésem szerint most remélem nem fed meg senki érte, a videótól nem vettek komolyan a Liga Kupát, mi pedig igen. Ugye több mint tíz éve nem nyertünk semmit, illetve hát majdnem tíz éve nem nyertünk semmit, Sokkal lelézik ezt a kupát, szerintem most már valamit fel kellene mutatni, valami trófeát, ezért teljesen állnál küzdöttek ebben a mások által kicsit lebesült hölligában. És hát küzdöttek, meg támadtak. Önnek mennyire tetszik ez a moniz féle játéstílus, aminek a lényege? Hát a megalkodás nélküli támadójáték, mondjuk viccesen mondta a mester egyszer, hogy azért is kell támadni, mert nem tud a csapat védekezni. <coughs> hát ez a régi Ferencvárost idézi. Ugye? Ricardo Moniz érkezésével a, igazán most került előtérbe a támadó futball. Olyan játékosokat hozott, akik, akik az ő szisztémáját tudják követni. A többiek fölvették a ritmust, tehát a, a magyar játékosok, amennyire ez, ez, tőlük elvárható. Kicsit kezd hajazni erre a, a régi magyar támadó futballra. Ötletes játék, kicsit megspékelve a holland szélső játékkal. Én szerintem óriásit fejlődött a Fradi ezzel. És ugye külön érdem szerintem, hogy a csapat nem szokott összeesni egy-két bekapott góltól, hanem ez még sokszor csak spanolja, meglelkesíti a társaságot. Hát lassan szokás válik, mert a, ez a, az idő, a korán kapott gól és utána futunk az eredmény után, főleg ez ősszel volt ugye rendszeres. Most, most sajnos nem sikerült megfordítani a mérkőzést, de, de benne volt minden, tehát megpróbálták. Én, én nem haragszom rájuk, tehát nem nem igazán tudnám őket leszídni, szerintem monis sem ezt teszi. Most egyébként a, a, csapat, az edző és a szurkolótábor nagyon harmonikus, jó viszonyban van egymással. Ez egy kulcskérdés a Ferencvárosnál, és hát a története különböző szakaszaiban nem mindig volt így. Most így van nagyon? Én szerintem igen, a, a, szurkok döntő többsége Moniz mellett áll, a vezetőség mellett áll, vannak bizonyos rétegek, akik ezt, ezt nem, de hát ezt tudjuk, hogy a Ferencváros az sohasem volt egységes. A kisvad biztos, hogy meleg mindenféleképpen, sőt forró, hogy azt mondjam, a mindenkori infradi edző alatt. De én úgy érzem, most a szurkolók, akik kiárnak mérkőzésre, biztos, hogy Ricardo mellett vannak. És el is várják szinte azt, hogy Európa-ligás helyezés legyen? Mindenféleképpen. És hogy ha ez nem lesz meg, akkor lehet, hogy romlik kicsit a viszony? Lehet, de én szerintem van, van, a, van akkor a respektje Moniznak az eddigi. Azért lerakott az asztalra már mindenféle de szakmailag, kommunikációban, ugye ő nagyon szurkoló barát. Biztos vagyok benne, hogy, hogy nem nem fog távozni, hogyha nem lesz. Ki a alázattal és tisztelettel beszél a klubról, meg a klub tradícióiról mindig? Hát most olyan csúnya szóval érve térdre esett, amikor kiderült, hogy hova jön. Tehát, uh -huh ő nem tudta, hogy Magyarországon is milyen, illetve tudta, csak nem volt tisztában azzal, hogy a Ferencváros szurkolói mit képesek megtenni a csapatért. Hát, és az hát Barga Zoltán a kedvenc. Hát igen, igen. Ezt nem is kell magyaráznunk szerintem. Azt mondd meg, hogy, hogy ebben a helyzetben, amit itt az előbb Muszbek Mihály tanár úr mondott, hogy, hogy mint menedzser, mint, mint gazdasági vezető is nagyon ügyes, amikor olyan játékosokat szed össze, akiknek máshol nem adtak bizalmat, de tehetségesek, csak valahogy megrekedt a karrierjük. Csak az előbb ont, ugye, biztosan, hogy ugye hogy egy, egy ilyen rehabilitációs intézetre emlékeztet a fradi, megérkeznek a sérült vagy mellőzött játékosok, ő felerősíti őket, újra összepakolja. Kérdés az, hogy meg lehet-e őket tartani. Ebben a, ebben a tekintetben mennyire lesz döntő a nyár? Meg például a szurkolók, meg a vezetés viszonya, hogy meg tudják-e tartani ezeket a játékosokat. Hát Hát igen, ez, ez, egy, ez egy fogas kérdés. Ugye mindenkinek az lenne az érdeke, főleg a játékosoké, hogy hogy nemzetközi kupában is megméretezhessék magukat, és tovább tudjanak lépni. Így azért ne legyünk álszentek, mindenki tovább akar lépni a Ferencvárosból is. Hát megnehezíti a dolgát. Én szerintem a Besics biztos, hogy marad. Akár, mennyire is próbálják csábítani, ő fiatal, fejlődőképes Moniz mellett igazán tud fejlődni, én szerintem ö, van benne akkor a türelem. Jender, nem tudom, őt nagyon megfogta a tábor, ö, pozitív értelemben gondolom. Ö, hát Leonardo-t egyszerűen nem tudom hova tenni. Zseniális játékos, amiket csinál, az, az páratlan, de a befejezéseknél úgy érzem, hogy egy kicsit elhőieskedi a dolgot. Uh -huh. Bocsánat ezért a szóért, de hát ezt, ezt tudom mondani a tegnapi mérkőzésen is nem profi módon befejezte, talán még, még kicsit túl akarta színezni ezt a dolgot. Szükség van további erősítésekre? Hogyha az ember arra gondol, hogy nemzetközi szinten valamicskét mutatni akar a csapat, és nem kiesni mondjuk az első selejtező körben, akkor hát itt megint csak súlyos százmilliókról, sőt milliárdokról beszélünk, amikor a klub hátteret nézzük, és tehát a sportközgazdaság az előbb utalás, ilyen 3-4 milliárdos büdzsé az, ahol elkezdődik az a játék, amikor mondjuk egy Európa Ligában ilyen csoportkörig stabilan ott van az ember. Ricardo Moniznak az a filozófiája, hogy a az utánpótlásból szeretne fölhozni játékosokat, mindent meg is tesz érte. Sajnos a, a, kiesésünkkel egy kicsit az utánpótlásunk elmaradt, lemaradt, és hát most nem látok olyan, olyan játékost, talán a Csílus Tamás, aki, aki aki felnőhet ehhez a feladathoz. Mm -hmm. Tehát ezért azt kell, hogy mondjam, én is szívesebben látnék magyar játékosokat, de ha eredményt akarunk felmutatni, mindenféleképpen kell. De ez pedig türelem kell, mert nincs pénzünk ugye jó menő játékosokat megvenni, úgymond egy kicsit megfáradt, egy, egy kicsit uh, sérült, rehabilitációra szoruló játékosokra van szükség, akiket Monizúrból fel tud építeni, és hmm. aztán ezekből mi tudunk, tehát ne, belőlük mi is tudunk profitálni. Azt mondd meg a végén, hogy most a Fradinak ki a, vagy mi a legnagyobb ellenfele? A Magyar Labdarúgó Szövetség? Saját maga. Meg a Magyar Labdarúgó Szövetség? Saját, igen, 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 erre ki is akartam térni, nem tudtam, ugye újságúri fordulattal ráhajazni rá erre a dologra. Mindenféleképpen az MLS-ben látom én a legnagyobb hibát, hogyha össze kéne foglalni, most nagyon nehéz lenne, az egész műsorod nem lenne hozzá elég, elég, hogy csak összehasonlítjuk a büntetési tételeket. Ugye a Ferencváros több büntetés fizetett, mint a, a összes csapat az 1 ben együtt. Nem tehát, legnagyobb szájú szurkolói vannak, ha? Hát igen, de hát a futball szenvedély. Én sem értek egyet azzal, hogy valakit ugye származására, vallására és a többi, megkülönböztetnek. Jó, ennek helye nincs a pályán. Nincs helye a pályán bedobálásnak. Én szerintem a görög tűznek helye van a lelátón. Ezt meg kellene oldani, ezt az MLS-nek a feladata lenne megoldani. Az MLS pikkel a Fradira, szerinted? Biztos vagyok benne, hogy igen. De miért? Talán azért, mert... Ugye itt a legtöbb ember, itt, itt szabad szájúbbak az emberek. De egy futballmérkőzésen olyanok is elhangzanak, amit talán a polgári életben az ember nehezebben mond ki. Egy kicsit felszabadulnak az emberek. Sokan vagyunk, ugye ez a közösségi érzés felerősíti akár a nemzeti öntudatot Nem így cselekedetekre biztatják a miniszterelnököt például, de hát ez, ez ennek bele kell férni, ez, mert az nem rasszizmus. Ez, igen. ez nem rasszizmus egyáltalán. Sőt, én úgy érzem, hogy ha, ha harcnak fogjuk föl, sport sportszerű harcnak fogjuk fel a, a a labdarúgást, akkor bele kell, hogy férjen az ellenfél az rikálása, esetleg a szídása, és én sem sértődöm meg a, a az újpestiek az, az rikálása, mert ez benne van. Tehát aki, aki 30 évvel ezelőtt is szítták, és ha, ha nem változik a törvény szabályozás, akkor 30 év múlva is fogják szídni az ellenfeleket. Ugyanúgy, mint külföldön. Józka, nem Igen? Köszönöm szépen, a végére értünk. Kifelé mehet, akkor barátságosan majd Kabát Péterrel, jó? <síns>